Érdekelne, hogy az emberhez képest milyen vitaminokra van szüksége a kutyának, és hogy hogyan lehet ezeket biztosítani. Köszönöm, Eszti. Kedves Eszter, tulajdonképpen arra kérdez rá, hogy vannak-e olyan vitaminok, amelyeket a kutya elő tud állítani, és vannak olyan vitaminok, amiket az ember elő tud állítani, és ezek között van-e valami korreláció, vagy mindent ugyanúgy biztosítani kell, pontosan, mint az embernek. Van némi különbség, nem teljesen egyforma, de azért emlős állatokról van szó, ezen az oldalon is, azon az oldalon is, tehát alapvetően óriási különbségek általában nincsenek. A kutya például a C-vitaminját elő tudja állítani. Az ember csak korlátozottan, tehát az embernek kifejezetten szüksége van C-vitaminre. Ismerünk olyan állatot is, amelyiknek a C-vitamin bevitel az eszenciális, például a tengeri malac. A tengeri malacnak a C-vitamin szükséglete napi 60 mg, ha ezt nem adjuk be valamilyen táppal, valahogy nem jut be, zöldséggel, gyümölcsel, akkor bizony előbb-utóbb C-vitamin hiányos kórképben fog szenvedni. Milyen vitaminokra van szüksége? Alapvetően kétfajta vitamin van, a vízben oldódó vitaminok és illetve a zsírban oldódó vitaminok. A zsírban oldódó vitaminokkal általában nem szokott probléma lenni, hiszen ezek kumulatív vitaminok, ha egyszer nagyobb mennyiséghez hozzájut, akkor a máj ezeket jól tudja tárolni viszonylag hosszú ideig, így hogyha bizonyos átmeneti időkig nem jut hozzá ezekhez a vitaminokhoz, ami nagyon nehezen elképzelhető, de szélsőséges körülmények között elképzelhető azért, nem jut hozzá, akkor is a májból tudja pótolni ezeket a vitaminokat. Amivel akut módon hiány alakulhat ki, azok a vízben oldódó vitaminok, hiszen ezek, ahogy szokták mondani, jönnek, mennek, tehát fölveszi az állat, földolgozza, beépíti, kiüríti. Nem nagyon tárolja, nagyon minimális a tárolási lehetőség ezeknek a vitaminoknak. Tehát ezeknek a napi adagolása, vagy legalábbis a rendszeres adagolására valóban szükség van. Ilyenek a B-vitaminok is, főleg a C-vitamin. A C-vitamin, ahogy mondtam, több állatfaj elő tudja maga is állítani. Bizonyos túladagolt, tehát fölülkínált C-vitamin azonban ugyanúgy, ahogy mondjuk az embernél ez eléggé ismert dolog, az immunitásnak az átmeneti fokozott működését eredményezi. Tehát egyfajta ilyen immunitás fokozóként is ismertek ezek az anyagok, mármint a C-vitamin. Tartós adagolása magas dózisban semmiképpen nem kívánatos. Ennek mondjuk legegyszerűbb oka, vagy legegyszerűbb következménye, hogyha elmondom, akkor ezt rögtön meg fogják érteni. A C-vitamin megváltoztatja a vizeletnek a pH-ját, a savasságát, kémhatását. És a megváltozott körülmények között a különböző kövek kicsapódási lehetősége, húgykövek kicsapódási lehetősége megnő. Tehát egy tartósan magas C-vitaminnal ellátott kutya ugye kiüríti a fölösleges C-vitaminját, viszont abban a kiürítésben már magában rejlik az a hiba lehetőség, amely a kőképződéssel együtt jár. A B-vitaminoknak számtalan funkciója van a szervezet működésében. Gyakorlatilag majd minden biokémiai folyamat igényel valamilyen vitamin katalizátoros támogatást. Tehát nagyon szélsőséges esetben, ahogy az előbb is erről utaltam, fordulat elő, hogy nem jut bizonyos anyagokhoz hozzá a kutya, mert direkt kizárták az étrendjéből, vagy valamilyen kísérletes helyzetben van a kutya, olyankor a szervezet bizonyos kémiai, biokémiai folyamatai lelassulnak, hiszen ezek az anyagok nagyon sok helyen, nagyon sok biokémiai folyamathoz kellenek. A zsírban oldódó vitaminok kérdése megint egy izgalmas kérdés abból a szempontból, mert hogy ezeknek a hiánybetegségével, ahogy az előbb is egyik betelefonálónak már említettem, hogy nagyon ritkák a zsírban oldódó vitamin hiányok. Inkább ma már a túladagolásuk az a kérdés, hogy milyen mértékű. Tehát valamilyen túladagolás nagyon gyakori, általában az a D-vitamin és az A-vitamin túladagolás az, ami gyakorta előfordul, főleg fiatal kutyusoknak, akiknek a jó minőségű, prémium vagy extra prémium minőségű tápjaiban igen magas hányadban, százalékban, mennyiségben van jelen az zsírban oldódó vitamin.
hiszen erre a fejlődés során szükség van valóban. Ezek ki vannak titrálva? Ki vannak titrálva, úgy van beállítva, hogy ez, ami benne van a tápban, az a test tömeg kilogramra vetített mennyiségben etetve valóban szükséges és elégséges. Ha azonban nem adagolva adjuk a tápot a kutyusnak, hanem ad libitum, ahogy szoktuk mondani, tehát elé rakjuk, és aztán addig eszik, ameddig jól nem lakik. Előfordulhat, hogy ezekből az anyagokból is, mint ahogy az energiából és minden másból túl nagy mennyiséget vesz föl, mert ezek a tápok ízletesek, mert ezek a tápok jók, és kinek gondolna ilyenkor arra például, hogy az ember is, hogyha elérnek egy tábla csokoládét, amit nagyon szeret, akkor nem eszik-e abból a tábla csokoládéból többet, mint amennyire egy szüksége van, vagy amit szabadna. Tehát a kutya is így van ezzel, hogyha nagyon finom a táp, akkor képes lényegesen többet, többszörösét fölvenni belőle, mint ami egyébként szükséges volna az élet fenntartásához és a működéséhez és a növekedéséhez, mert finom és szereti. Ezeknek a helyzeteknek a következménye az, hogy különösen a kumulatív zsírban oldódó vitaminok tekintetében egy jelentős túlkínálat jelenik meg a tápoldalon, ami beépül a májba, és onnan nem igazán tud megszabadulni, nem igazán tud elszabadulni, mert nem tudja kiüríteni idejek korán, ennek aztán akár mondjuk csontosodási, csontpuhulási, vagy éppen az ellenkezője, különböző lábvégdeformitások és minden egyéb elváltozás lehet a felnövekvés ideje alatt. A felnőtt kutyánál inkább bőrelváltozásokat, szemészeti kórképeket és emésztésbeli zavarokat okoz a vitamin túlkínálat.